Új kihívás elé állította a zentai óvónőket a karantén időszaka, azonban igyekeztek kihasználni a virtuális tér adta lehetőségeket. A pedagógusok a már korábban létrehozott közösségi csoportok segítségével tartják a kapcsolatot a szülőkkel. Különféle témákat dolgoznak fel heti szinten, az óvónők pedig az előre meghatározott tanterv szerint tippeket és ötleteket adnak az otthoni munkához. Ez valamilyen módon természetesen nem fogja soha pótolni az óvodát, mert pontosan a mese foglalkozás is az akkor érdekes, nem amikor egy gépből jön ki a mese, hanem amikor az óvónéni szájából és a mimikájával és a minden test mozdulatával, de mégis a valamilyen szinten hiánypótló volt. Több mint két hónapja üresen állnak a Zentai Magyar Kamara Színház székei is. A rendkívüli állapot bevezetésével együtt az előre meghirdetett előadásokat lemondták. Azonban, hogy ne hagyják a nézőiket teljesen színházélmény nélkül, a vezetőség úgy döntött, hogy az eddig bemutatott darabjaikat megosszák az online felületeken. Belementünk mi is ebbe, és utána azon felül még próbáltuk tartani a kapcsolatot a nézőkkel április 11-én, amikor a Magyar Költészet napjára való tekintettel próbáltunk verseket is mondani. Az igazgató elmondta, hogy az elmaradt felnőtt és gyermekeknek szóló előadásokat is igyekeznek pótolni az új évadban.